Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. BNTV-t, Viva Natura televíziót láthatnak. Ezen belül is a Magyar Természetgyógyász Arcikcsarnok keretén belül dr. Taratközi István barátommal, a Magyar Természetgyógyász Szövetségének elnökével beszélgetünk. Egy beszélgetést folytatunk, amit nemrég hagytunk abba, és az emberiség jövőjét faggattuk, nézegettük, és valahol ott hagytuk abba, hogy valami kis fény kéne az alagút végén megtalálni, mert hogy az emberiség folyamatosan kapja a pofonokat, és egyre úgy néz ki, hogy ebből igazából nem tanul, és sajnos csöndbe lehajtott fejjel megy a vágóhíd felé, amit hívhatunk ráknak, élelmiszermérnek, Alzheimernek, bárminek. És akkor István azzal fejezte be, hogy igen, neki az az ódium az életében, hogy nagyon sokáig mindig a hibát és a betegséget és a rákos, a lebomló dolgokat kellett figyelnie, és soha nem az, hogy mi az, ami egészséget visszahozná. És akkor az első kérdés az ott lenne, hogy szerinted folyamatosan kapjuk a pofonokat azért, hogy ébredjünk föl, mert nincs mások ennek az egész nagy kollektív szívütásnak, hogy ébredjünk föl, hogy ennek például a te saját életedben mekkora pofon kellett, vagy kell esetleg ahhoz, hogy te teljes egészében megváltoztasd az életedet, a gondolkodásodat, a táplálkozásod, a habitusodat, és a társadalmi jelenlétedet, ugye, mert a legtöbb ember itt van bezárva, sokkal rosszabb ez a telefonba belenézek, mint amikor a postaládán néznek ki ezek a muszlim hölgyek, tudod? Mert akkor is többet látnak a világból, mint és így, igen? Nagyon jó a kérdésed. Nagyon jó a kérdésed. Ugyanis akkor mondanám ezeket a rendszerváltásokat az életemben, és gyakorlatilag ugyanez a rendszerváltás fog történni az emberek életében is. Az első nagy rendszerváltás ugye akkor volt, amikor egy betegség következtében ugye lebénul a jobb karom, jobb lábam, és 3 hónapig ágyban fetrengő, magam alá vizelő, bepisilő ember lettem, és úgymond ismerve a hagyományos medicina által javasolt műtétnek a negatív hatását nem vállaltam, hanem természetgyógyászok kezdtek el gyógyítani. És lásd, itt vagyok, és egy hónap után kezdett szép lassan jönni az eredménye, és haladtam előre. Ez volt az első nagy váltás, mert akkor azt mondtam, hogy jó, ha engemet nem orvos természetgyógyászok gyógyítottak meg, amit eddig a hagyományos medicina csak műtétileg tudott volna, vagy úgysem, félig fabrikált volna, akkor én tartozom valamivel ezeknek az embereknek, és lásd, megalakítottuk a Természetgyógyász Akadémiát, a Természetgyógyász Szövetséget, és jó értelemben melléjük álltam. A következő nagy lépés, ami megint egy rendszerváltozást hozott, és itt most a tumoros esetekre térek vissza, az addigi tudásom alapján, mivel tudtam, hogy bizonyos tumorok milyen sejttípusba tartoznak, és azzal hány éves a hagyományos medicinával a túlélés, a természetgyógyászati módszerekkel el tudtam érni, hogy plusz 50 vagy plusz 100%-ot rá tudtam tenni. Elnézést, nem Isten vagyok, nem tudom megállítani a tumoros folyamatot. De... Tehát az 5 éves túlélésed még esetleg még 5 évet? Még 5 évet. Uh-huh. A legjobban a hasnyálmirágosokat tudom megfogni, mert ilyen eseteim voltak több. 3-6 hónap. Figyelem, másfél, 1,2 év pluszt rá tudtam tenni. Uh-huh. Most jelenleg van egy olyan konkrét esetünk, ahol a többszöri vizsgálat, a többszöri CT, stb. Egyértelmű hasnyálmirigy, a 6. évén túl van a beteg, figyelem, nem irigylendő az állapota, tehát ágyban fekvő, de akkor is nem volt műtét, nem volt kemoterápia, nem volt sugárzás, él, beszélget, stb. Tehát visszatérve a következő nagy rendszerváltás, amikor édesapámnak lett limfoszarkomája a régi nomenklatúra szerint, tudva, hogy ennél mennyi a túlélés, tehát olyan 1,2 év, stb. Édesapámnál olyan 3 évre sikerült kihozni, viszont ez erősítette meg bennem azt, hogy édesapám kapta a hagyományos orvosi kezelést is, és mellette a természetgyógyászatit. Egyszer-kétszer suroltuk az átlépő határzónát, hatalmas küzdelem volt,
és mondjam azt, hogy az ő konkrét esetén éreztem és tanultam meg azt, hogy nem ez a gyógymód. Nem ez a gyógymód. Nem ez hozza meg a sikert, nem ez hozza meg. És akkor kezdtél el még jobban nyitni, és figyelni, hogy mik lehetnek a eddig tanultakkal szemben a rák igazi kórokozói. Tehát nem azért, mert nekem az emlőrákra hajlamosító genetikus faktorom van, akkor nekem emlőrákom lesz. Nem. Azt a gént be kell indítani valahogy. Márpedig, ha nem indítom be azt a gént, az előbb említett táplálkozás, életmódbeli és a többi változásokkal, akkor nem lesz emlőrákom. A mostani előadásomban azt sorolom fel, körülbelül 50 betegséget sorolok fel, kezdve a pszoriázistól, a politis ulcerózáig. Mindnek van genetikai alapja. De ha nem piszkálom azt a génszakaszt, amely a colitis ulcerózáért felelős, akkor soha az életben nem lesz. Soha az életben. Másrészt, köszönve ugye a kutató munkának, ma már tudjuk, hogy például Dél-Koreában minden harmadik embernél, akinek valami ok miatt csinálnak pajzsmirigy biopsziát, illetve a meghaltak boncolásakor majdnem kétharmadánál pajzsmirigyrákot diagnosztizálnak. De hát nem ebben haltak meg. Ezek véletlen leletek voltak. És ugyanez vonatkozik a prostatarákra is. Ma már leírt faktor, hogy ahány évesek vagyunk, annyi százalék esélyünk van a prostatarákra. Tehát egy 100 éves embernek 100% biztonsággal prostatarákja van. De nem abban halunk meg. Nem ad tüneteket. Tehát a prostatarák mellett még vidáman élhetnénk az életünket, és meghalunk majd infarktus vagy valamiben. Tehát a statisztikák azt mutatják, hogy amit eddig is mondtam, hogy a rákos sejtek azok minden nap egyfajta módosulásai vagy kutatásai területei a szervezetnek, amelyben próbál alkalmazkodni genetikai szinten a sejt, a szervezet a megváltozott környezeti faktorokra. Ezek az epigenetikai faktorok, tehát ez a hivatalos neve. Ha olyan mutáns keletkezik, amely ennek nem felel meg, akkor jönnek a normál immunsejtek, és elvileg őnekik ezt ki kéne írtani. De hát ha rengeteg epigenetikai faktor hatás éri azt a bizonyos génszakaszt, akkor figyelem, egy időben már nem csak, és lásd, férfinál is van emlőrák, tehát nem csak férfi emlőrák lesz egy időben a prostatarákkal, és urambocsá a hererákkal, és urambocsá a csontvelőrákkal, mert az a rengeteg külső faktor beindította azokat a genetikai tumort okozó markereket, amelyek aztán a test vagy a szervezet tumoros megbetegedésében fog megjelenni. Egy gondolatot szeretnék ide elmondani. Egy statisztika, HPV betegek, Ausztriáról van szó, biológiai szempontból ilyen megcsalás eset áll fönn nőknél, a barátnővel van, de velem nincsen, ez HPV-t okoz lelki szinten, és amelyiknek kiküldték a leletét, hogy neki HPV pozitív, na, azoknak komoly problémája lett. Amikor megoldódott a probléma az életébe, akkor annélkül, hogy eltűnt a probléma. Tehát mindenkinek ott van, tehát nagypapám 84 éves korában halt meg állítólag prostata rákban, de neki volt ilyen birtokvesztési konfliktus minden az életben, ami volt, de valószínűleg, hogy mindjártunkban elég sokféle rákos folyamat zajlik, annélkül, hogy mi ezt, ami külsőleg meg nem erősítjük azt a fajta dolgot, ami aktiválná azt a géncsoportot, ami egyébként azt előidézi, ez az epigenetika, addig egyszerűen köszönjük szépen, jól el vagyunk a dolgainkkal. Nagyon sok ember, aki hosszú életet él, de soha nem volt orvosnál, ha visszafele megnézed, például felboncolt, ilyennek volt Dél-Korea, pajzsmirigy rákja, ilyennek volt ez, ilyennek volt az, és köze nincs ahhoz, ami a halál. Tehát, igen, hogy a rák maga önmagában együtt él velünk, minden napunkban. Minden napunkban ott van. Ott van, és azok az aktiváló anyagok, a mérgek,
a mentális mérgek, a félelem, a stressz, stb. Ezek, amik aktiválják. Genetikailag, hogy nagyon ellenálló vagyok mondjuk a prostataráknak, akkor nekem kisebb a sztorim. De ha rengeteg tejet iszok egész életemben, birtokvesztési konfliktus van, ilyen párkapcsolati dolog, akkor predesztinálom arra, hogy a prostatám legyen, ami hosszú távon. És ezt nagyon kéne látni. Elmész, és azt mondja neked dr. Kovács, hogy hát már tartós tejet ne vegyen, mert ez vagy ez a dolga van. Beindul a nocebo, nem a placebo, a nocebo, és lebontja a rendszer, mert igen, hogy kívülről tudod, megkaptad az információt. És akkor innentől térünk át erre az információ gyógyászati dologra, ugye, mert ezzel már fantasztikus eredményeket lehet elérni, és volt itt egy-két nagyon jó példád az űrhajósokkal, nagyon szeretném, hogy ezt elmondanád, a kipisult csonttal kapcsolatban, hogy vegyük már tudomásul, hogy mi önmagában egy energetikai, informatikai rendszer vagyunk. Egy csomag vagyunk, ami kívülről folyamatosan kapjuk az impulzus, és hogy erre hogy reagálunk, erre van egy automatikus agyunk, ami fekete dobozunk, ami mindent megtesz annak érdekében, de ha ezt a rendszert megismerjük, akkor óriási dolgokat tudunk az egészség irányába is tenni. Erről mesélj nekünk egy kicsit. Ezt, és az az érdekes, hogy én ezt 25 év óta tanítom, figyelem, nem én találtam ki, Isten ments! Mindig a Exoscience Bioenergetikai Tanfolyamnak az első óra anyaga, hogy megértessem a hallgatókkal, hogy az ő testük, mint matrix, az egy energetikai csomagban korpuszkuláris részekből összeállt ideiglenes halmaz, mely ideiglenes halmazt az élet minden másodpercében több millió bitnyi információ éri el, különböző sugárzások, hatások, stb. Formájában. Mivel rövid a előadásnak az ideje, ezért csak egy példát mondok, illetve ebből lesz a második, ami emberre vonatkoztató. Azt értsék meg, hogy az Irci Arborétumban ott áll egy gyönyörű ilyen, nem tudom milyen ciprus, amelynek nincsen sehol oldalága, a tetején kihajlik, és gyönyörű szép zöld. Erre mit látok? Az egyik fának az oldalán, figyelem, egy ekkora kis ágacska, és van 3-4 zöld levél. Mondom, hogy a fenébe? Hát az összes többi szállegyenes. Hát mondom, hát miért lett ez ott? Arról van szó, hogy a nap, mint külső energiamezőben levő információ, a növény számára mit jelent? Oda megy, bekopogtat a növényhez, hogy én vagyok a nap, én vagyok a főnök, te növény. Oda tegyél valami klorofil tartalmú levelet, mert abból lesz neked szénhidrátot, és nőni fogsz. És mit csinált a növénygenetika? Igenis, értettem, főnök úr, végrehajtotta. Na most, ha vegyük az emberi vonatkozásba a rengeteg információt, a wifi-ktől, az elektroszmogtól, a kémianyag, stb. Vegyünk egyet, amit úgy hívnak, hogy gravitáció. Az emberek, ha tudnak róla, jó, ha nem tudnak róla, a gravitációt nem érdekli, akkor is kifejti a hatását. A gravitáció a Földön mit mond neked, mint élőlénynek, aki megszülettél? Nyomja a seggemet most is itt a szék. Igen. Ha akarom, ha nem. Igen. Azt mondja, hello, élni akarsz? Nézd csak, ott van a fána a termés, fejlesztél ki izomrendszert, amivel oda mész a fához és megeszed. Uh-huh. Igen, ám de a többi élőlény is megcsinálta. Uh-huh. Erre mit mond ugyanez a gravitáció elő információ? Tedd ezt az izomrendszert rá valami vázrendszerre, csontra, porcra, hogy hamarabb oda menjél. Igen, ám, de a többi is megtette, kitinvázra tette, stb. Tehát megindul az evolúciós versengés, egyetlen energiáról beszélek. Erre mit mond ugyanez a gravitáció? Figyelj, kapcsold össze ezt az egész rendszert, jó keringéssel, vérrel, idegrendszer, akkor te mész oda hamarabb a fához. Uh-huh. Na most akkor nézzük, mit mond ez a gravitáció, ha nincs. És ezt lásd, az űrhajózás és az ezzel kapcsolatos kísérletek igazolták. Uh-huh. Több hónapos, majd éves mérőállomás, stb. Miután visszajöttek a űrhajósok, mindig mutatták, hogy az űrhajósok nem az, hogy kinyílt a kabin, és kipattantak az űrhajóból, hello, how are you, meg mit tudom én mi, hanem kiszedték őket, mert jártányi erejük nem volt. Hiába kapták meg azt a kalória, szénhidrát, stb. Mennyiséget, ami kellett volna. És mozogtak, tornáztak, nem épült be ezek a szerves anyagok, illetve a meglevők, mert azt mutatta a gravitáció hiánya, mert ha egy információ nincs, az is információ, azt mondta, hogy minek neked a 12-13 kiló csont?
tessék kipisilni a kálciumot. És figyelem, 2-3 nap múlva a súlytalanságban a kipisilt vizelettel levő mineráloknak a mértéke elkezd növekedni. Aha. Ugyancsak nincs szükség a 60-80 kg izobrendszeredre, figyelem, pisilt ki a maradék nitrogén formájába a fehérjére. Végén ott maradunk egy kis levegő amőbeként, ott az agyunk. Az a tipikus UFO fej, és így tovább. És ugyanezt mondtam, igazolták patkányoknál, 3 hét súlytalanság után a patkányokkal röntgennel kimutatható csontritkulásuk keletkezik, márpedig röntgennel általában akkor lehet kimutatni, ha legalább a csontállomány 15-20-30%-át már elvesztik. Igazolva van, és természetesen a patkányok kizenetével is igazolták ez a dolgot. Itt egyetlen egy dologról beszéltünk, egyetlen egy energiafajtáról. És hány van ilyen, amit még nem is ismerünk? Uh-huh. De mondtam, őket nem érdekli. Kifejtik a hatásukat. Ez a mi adaptációs rendszer minden. Igen. És ha ez nincsen, akkor nincs élet, nincs létezés. Igen, megértetted példából ezt a gyümölcsben. Hova isünk el? Ugye látszik a te példádon keresztül, hogy ott pofozgatott az élet, hogy megvolt a tudásod, de viszont nem tudtad a hagyományos orvoslásra, vagy nem tudom, ki a hagyományos, ki nem. Pontosan a hagyományosra tudtál csak eredményt elérni, és amikor az életben megint nem ott voltál, akkor megint kaptál egy kis pofon, stb. És neked is valószínűleg az a dolgod egyrészt, hogy segíts az embereknek, másrészt az, hogy ébrezgesd őket. Tehát, hogy gyerekek, van itt más út, meg hogy nem. Tehát a legnagyobb hiba egyébként az a fajta tudás, amit belénk vertek az elmúlt x év alatt, és azt fogadjuk el, Tudásnak. Ja. És ez a legnagyobb baj, miután ezek a tudás védelméért akár megöljük a szomszédunkat. Igen. És nem tudjuk beengedni az igazi tudást, ami egyébként nem biztos, hogy igazi tudás, de legalább a másságot, az előre menetelt segíteni az emberiség életében. Illetve adjuk már meg a lehetőséget, hogy bukdácsoljon az ember. Tehát én megadom az orvostársadalomnak is a bukdácsolás lehetőségét, de amikor már 40-50 éve igazolódik, hogy nem működik ez a fajta rendszer az előbb említett betegséggyújtásban, akkor miért nem lehet váltani? Mondok példát a bukdácsolásra a természetgyógyászaton belül is. Itt volt a nagy híres B17 vitaminnak ugye az esete. Ha ez a vitamin, és engedjék meg, hogy a természetgyógyászok is hibázzanak, tévedjenek. Hatalmas nimbusza volt 10-15 évvel ezelőtt, Mexikóban külön klinikák épültek erre, és 10 000-ével mentek ki a tumoros betegek, hogy a híres amigdalin kúrát megkapják, mert meggyógyult tőle a rák. És mi történt? Nem gyógyult meg a rák. Elnézést, tehát mi természetgyógyászok beismerjük, hogy a B17 vitamin, lásd amigdalin, nem váltotta be hozzá fűzött reményeket, egy-két esetben esetleg. Eredmény, mely a kulpa, mely a maxima kulpa, mi elismerjük a hibánkat. Fú, de poén jön most, figyelj, hogy a múlt heti információ, hogy a gyógyszergyárak felkaroltak 3 anyagot, amit szintetizálni akarna. Az egyik a B17, a másik a THC, és a harmadik meg a CBD. Tehát, hogy a természetgyógyászatok nem használhatod, ők szintetizálják majd ugyanúgy, de most megint balasztanyag nélkül kiveszik, és akkor most ugye a genomikai baromságokkal Boros Lászlótól idén bedőltek, és most ezzel a 3 anyaggal akarnak majd előjönni, de megint csak egy nagy nihírről van szó, tehát megint egyfajta hídgyógyászat ez az egész dolog, ráadásul nagyon jól tudjuk, hogy önmagából valamit a természetgyógyászat nem működik. Tehát, hogy visszaköszönt itt a Látod? Én is hallottam, hogy a szintetikus módon próbálják előállítani. Igen, de az elmúlt hetekben több adás is szólt arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia terén óriási változások lesznek, tehát legalábbis kormányzati szinten beszálltak. Itt volt Egeri Gyuri közös barátunk is, és kérdeztem, hogy ő szerinte milyen változás lesz itt. Annélkül, hogy az ő válaszát elmondanám, neked mi a véleményed, hogy hozhat-e ez valami pozitívumot, például a természetgyógyászat életében? Ez a tiltás tagadás tűrés szempontjából, amit ők itt játszanak egy kicsit. Annyiban örülök, hogy végre a saját magukkal foglalkoznak, és nem érnek rá az ilyen kicsikkel, ilyen törpékkel, hogy van sapka rajtunk, vagy nincs, velünk foglalkozni. Hisz ugye eddig az égető központi kérdésük a természetgyógyászat helyzete Magyarországon, erről harsogott a Tudományos Akadémia, hogy állásfoglalás, stb. A másik oldalról meg azt mondanám, hogy nem jó, amikor a
a tudományos gondolkodás irányított formában történik. Meg kéne hagyni a szabad áramlást, a szabad próbálkozást, a hibáknak a lehetőségét a tudósoknak is, és nem biztos, hogy a rövidtávú megrendelésre működő tudományos kutatások azok célszerűek, illetve hosszabb távon biztos, hogy nem ez az üdvözítő megoldás. István, láttunk már erre példát, amikor nem akarok nevet mondani, mert akkor összehasonlítják a magyarországi szituációt azokkal az országokkal, ahol a politika beleszólt és parancsa és utasításokra történtek, mind keleten, mind nyugaton a tudományos kutatások. Lásd, akár a Mandzsúriai területen a japánok által elkövetett kísérletek, amit Pest is járvány a kapcsolatban folytattak, vagy lásd akár a Berlin melletti, ahol volt szerencsém a koncentrációs táborba kinyárni, meg az Auschwitz-ba is. A Mengeléről beszélsz? Igen, nem csak a Mengeléről, hanem a Berlin melletti, ott is folytak ilyen kutatások. Tehát ahol megrendelésre végezték a tudományos kutatásokat, akkor ugye mondok példát, ugye a Mengele esetében a fő feladat az volt többek között, hogy a lezuhanó Messerschmitt pilóták, ugye, mivel benzines gépről volt szó, égtek, és nem tudtak velük mit csinálni. Úgyis azt tapasztalták, hogy ezek a pilóták esetleg még élve kijönnek, élnek egy napot, két napot, egy hetet, és egyszer csak meghaltak. Ekkor kezdték el az égési sebek klasszifikációját megalkotni, amelyet úgy alkottak meg, hogy lásd akár Mengele is, gézzel betekerték az illető kezét, leöntötték benzinnel, meggyújtották, majd stopperóra. És mérték, hogy egy perc, két perc, milyen mély égési sebeket okoz. És ebből volt, hogy azt mondták, hogy a tenyérnyi terület az 1%, lefelé haladva 1-es, 2-es, 3-as, 4-es fokozat, és így született meg a ma is használt égési sérülésnek a klasszifikáció, amely kimondta, hogyha az égési sérülésed ennyi és ennyi százalékot elér, hiába még itt beszélgetsz velük, és innentől fölfele rendes vagy, de akkor is az égés során elhalt anyagok felszívódása miatt veselégtelenség és záros határidő belül meg fogsz halni. Tehát lásd, és utasításba adták ezt a kísérleteket. Uh-huh. De hogy ne csak a jellegű tudományos kísérleteket mondjam, ez a Berlin melletti koncentrációs tábor, amelynek a bejáratától 20 méterre levő házban laktam, és az ott levő lakók mondták, hogy ők nem tudták, hogy mi zajlik oda benne a táborba. Képzelj el egy nagy stadionszerű pályát, barakok minden, a fagyási sérülésekkel foglalkoztak, másik, most figyelj, a Wehrmacht. Az ott levő rabokkal egy számmal kisebb Wehrmacht csizmát vetettek föl, és a körbe a pályán, homokos pálya, kavicsos pálya, sáros pálya, mura, és körbe-körbe gyakoroltatták. Eredmény, a rabokkal betörették a cipőket, a raboknak persze rohadt a lábuk, mert hólyagosra törte a cipő, viszont a Wehrmacht katona már betörve kapta mondjuk a 43-as cipőt. Megáll az agyam, de hát ez az egyik oldala, a másik itt kísérletezték ki a fagyási sérüléseket. Tehát kiállították az embereket minuszba, és locsolták őket slaggal, és megint figyelték, hogy mennyi idő alatt fagynak meg. És a következő lépcsőt nem tudom, hogy tudod-e. Aha. Én nem értem, én Buchenwaldba jártam, az sem sokkal szebb környék, hogy ilyen majdnem teljesen elfagyott nőket és férfiakat összefektettek, és azt figyelték, hogy szexuális érintkezés kapcsán hány perc alatt érték el újból a testhőmérsékletüket. Ez hihetetlen egyébként, tehát hogy egyébként kellett hozzá pár óra, ha túlélték, így meg 15 perc alatt újból visszanyerték a sejtes. Tehát, hogy félelmetes dolgokat tudtak produkálni. Én azt hittem, abba az irányba viszed el, hogy nagyon sok megrendelésre készült szakértői vélemény van. Jó, hát tudod azt, hogy ilyen fúj doktor Fokor, igen. 2000 nyilatkozata volt a Science Beat-ata, amit ez mond, ez Isten. Igen. És akkor egy pár év múlva kiderül, hogy ezt is megvette egy gyógyszergyári lobby, igen. És olyasmit mondani, de viszont százezrek meghaltak. Igen. Tehát, hogy ezeknek az embereknek hol van a felelőssége, ha már lelkiismertük nincsen. Tehát, hogy... ma már mondjam azt, hogy az általunk tudományosnak vett irodalom
irodalmak, Lancet, British Medical Journal, stb. Stb. A bennem megjelölő cikkek legenyhébben is 50%-a felkérésre történt tolnokok írták meg a cikkeket, a háttérben pedig ugye a gyógyszertári lobby áll. Itt van a génmódosított különböző kukorica vagy egyébbel kapcsolatos cikkek megírása is, amely leírja, hogy a génmódosított, ezt fogok hivatkozni az előadásomba, a génmódosított kukoricával táplált patkányok, ahol a ma napi táplálékbevitelnek csak 30%-a génmódosított, figyelem, semmiféle hatással nem volt egy hónapon keresztül az adott patkány állomára. Erre az egyik tudós azt mondta, hát én azért megcsinálom ezt a kísérletet. Megcsinálta ugyanezt a kísérletet, sőt, mi több figyelem, persze mindig meg voltak a kontrollok, sőt, mi több tovább etette ezeket az állatokat, ez a génmódosított kukoricával, és kiderült, hogy emlőrákuk lett, hererákuk lett, és tehát különböző betegségek jöttek létre ezeknél a patkányoknak. És amikor kifogásolta cikk formájában, egyrészt az övé nem nagyon lehetett meg, a másik azt mondta, nálam ezek a betegségek nem fordultak. És el. A lánc végén mi vagyunk, hogy erről van szó. Mint többször említetted, hogy az előadást fogsz tartani. Hol lesz az előadásod és mikor? A május 11-én tartjuk a 26. természetgyógyászati kongresszust a Aquincum Hotelben, amely nyitott, tehát a külső nem szakember részvevőket is szeretettel várjuk. Majdnem 18 előadás lesz. Mindenféle témakörbe, tehát a gyógyító gombáktól kezdve, én a magam részéről ugye a rákjárványról beszélek, de lesz írisdiagnosztika, táplálkozásnak kapcsolatos témakörök, és hadd említsem meg itt a három kitüntetettünket, akik most természetgyógyászat díjat kapnak. Az egyik a Gunther professzor, ő a gasztronómia és a dietetika területén végzett munkásságáért kap természetgyógyászati díjat. A Kriston André, a Kristonféle intim torna kifejlesztésért, oktatásáért és előadói és oktatói munkásságáért. És nem is úgy mondom, hogy a legérdekesebb, hanem a kicsit legszokatlanabb, dr. Hegedűs Ágnes, egy miskolci főorvos asszony, aki merte és fölvállalta azt, hogy az általa vezetett egészségközpontban a tumoros betegeket, figyelem, nem hagyományos módon, hanem a bioenergetika különböző eszközeivel, és lásd, prána, pszichotrónika, rejki, teljesen mindegy, hogy mit mondok. Alternatív gyógymódokat. Alternatív gyógymódokat alkalmazok. És jó sikerrel. Ennek a napnak csak egy apró kis problémája van, hogy ezt most már elmondtuk a kedves nézőknek, hogy István barátommal nem egyeztettük le előre, és pont egy napon lesz a negyedik VNTV fesztivál, és az ígérjük nektek, hogy többet ezt a hibát nem követjük el. Próbáljuk valahogy. Próbáljuk meg, csak nagyon nehéz ma Pesten termeszerezni, illetve nem beszéltük meg előre. És így jövőre ez már nem lesz akadály, hogy ők nálunk legyenek, mi meg náluk lehessünk. Én megköszönöm neked ezt a beszélgetést, és megint szerintem oda jutottunk el, hogy az emberek, ha tehetnek a saját környezetükbe, eldöntik, hogy mit csinálnak. Vagy veszik tovább, és eszik tovább a halálos pestés, és ez nem feltétlenül ételekről szól, hanem mindenről, vagy azt mondja, köszönöm szépen, elég volt, és nem tovább. Igen. És ez az egyetlen egy kis esélyünk van arra, hogy a változások bekövetkezzenek még a mi életünkbe. De mivel mindenkinek van gyereke, gondoljon arra, hogyha igazán szereted a kölyködet, ne pénzt hagyjál rá, hanem jövőt hagyjál rá, egy élhető jövőt, ami itt a Földön van. Tiszta jóvizet, tiszta élelmiszert. Mert akkor szereted, ha ezt hagyod. Ha pénzt hagysz rá, akkor a pest is hagyod rá. Ami nincs semmi baj ma pénzzel, de a pénzért adtuk oda az egészségünket és az egész anyaföldet. És ezen kell túl lépni, hogy hatalmad van, pénzed van, de mégse tedd meg azt, amit elvárt tőled ez a rendszer, ami ezt az egészet kitalálta. Pont. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, Önök VNTV-t néztek, Viva Natura televíziót, korábbi adásunkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján találjátok. Viszontlátásra!